Sziasztok, Peti vagyok, és az Ava Group Média csatornát nézitek, és a mai nap csinálunk egy lehetőleg kevésbé vágott videót arról, hogy hogy próbálom megjavítani ezeket a, pontosabban ez egy darab, Cytec X52-es joystick. A joystickról azt kell tudni, hogy olyan 15 éves, és most 12 év után vettem újra elő, és hát azon túl, hogy extrém retkes, az első tesztnél kiderült, hogy hát ha egyszer ide hallgatok, akkor van neki egy ilyen nabos, ezek nem csinálja, mindegy, tehát a gázkar akad, mondjuk itt, hallod? Itt van benne egy akadás, másrészt észrevettem, hogy a joystick része, vagy az egér része, ez itt egy teljes értékű egér, látok, így jobban látjátok. Tehát itt ez egy teljes értékű egér itt rajta. Ő valamiért néha magától így balra húz, azt meg fogjuk nézni. Illetve a joystick része pedig balra, akarom mondani jobbra, nem teljes úton jár, tehát így körülbelül 60%-nál úgy érzékelni, mintha kiakadna teljesen, tehát valószínűleg meg kell takarítani. Másrészt itt látható, hogy ezt már egyszer meg kellett, hogy hekkeljem, mert már egy éves korában kiszakadt ez a csatlakozó. És hogyha megnézzük ezt a felét, akkor látszik, hogy elég komoly játéka van ennek a csatlakozónak is. És szerintem ez az egér kérdés, ez a csatlakozó érintkezési hibájából van. Másrészt, és utolsó sorban pedig érzékeltük, hogy a rudder, tehát a függőleges vezérsíkot kontrolláló, ugye ezt a joystickot így függőleges tengelyébe is el lehet tekerni, ennek is van egy nagyon bizonytalan járása. Most az vagy a rossz érintkezés miatt van, vagy az érzékelő, ami az elfordulást érzékeli, van elkoszosodva. Úgyhogy a videónak a lényege az, hogy megmutassam, hogy hogy kell eljárni egy ilyen javításnál, hogy lehetőleg minél nagyobb sikerrel járjatok ti is, hogyha egy ilyen javításba kezdtek, bármilyen elektronikai eszköz javításába. Valamint végre kipróbáljuk élesbe az új mikroszkópunkat, amivel majd meg tudom mutatni, hogy közelről, igazán közelről, hogy mi van a joystick belvilágába, szinte már reverse engineering videó lesz, illetve forrasztópálkával ezeket újraforrasztjuk, ezt is fixre beforrasztom, és melegszik a ragasztó pisztoly is, hogy a kábelek bekötéseit egyből odaragasztjuk, mert hát ez így eléggé vacak. Jó, tehát először is nyilván nem dugjátok be az eszközt áramba, tehát feszültségmentesen nyúlunk hozzá, és meg kell találni azokat a csavarokat, amelyek az eszközt összetartják. Kezdjük ezzel a felivel, mert ez tűnik az egyszerűbbnek. Itt négy csavar van, amiket ki is rugunk a helyükről. Na. Ugye ilyenkor jön jól, ami természetesen nincsen előkészítve, a mágneses tálca. Mert így a csavarok nem szaladnak szét. Ugye ez a Cytec X52, ez pár éve hatalmas dolog volt, most X65-nél vagy X62-nél tartunk.
ahol a gázkar már ketté van osztva, tehát egy kéthajtóműves repülőn tudsz aszimmetrikus tolóerőt adni. És ugye hadd ne hasszúgyak, de ilyen 30 gomb fölötti, tehát 30 darabnál több gombunk van az X-52-n is már. Mindegyik külön programozható, illetve ez itt egy úgynevezett shift, amire arra szolgál, hogy minden gombra még egy külön funkciót programozhatsz, és ez a tekerentyű itt pedig három program beállítást ad lehetővé. Tehát az összes gomb szor 6. Jó. Így néz ki a belseje. És akkor lássuk ezt a csatlakozót. Ezt én még akkor forrasztottam, mikor még nem volt ilyen szép laborunk. Azt fogjuk tenni, hogy első lépésként mindig ajánlom, hogy fényképezzétek le, mielőtt szétszedtek valamit. Főleg azért, hogy milyen színű kábel, milyen színű kábellel csatlakozik. Így. Tehát itt szerencsénk van, mert a ki- és bemenő kábelek ugyanolyan színkóddal rendelkeznek, kivéve, hogy a kék itt fekete, a fekete pedig kék. De működött így, úgyhogy valószínűleg ez gyárilag is így van, de nem is, mert a sárga is piros, nem ugyanaz a színkód, figyelj! Egyáltalán nem ugyanaz a színkód. Na látjátok, ezért kell fényképet csinálni, mert látszik, hogy a narancs átmegy sárgába, a sárga átmegy pirosba, a piros feketébe, egyedül a zöld az, ami zöld marad. Próbálok egy jó képet csinálni, mert ezeket majd mindjárt mind átvágjuk. Ezt a fényképet majd belevágom a videó aljába. És megpróbáljuk megkeresni, hogy az alaplapon miként vannak ezek beforrasztva. Ehhez viszont ugye ezek a kábelek azok, amelyek innen föntről jönnek le, tehát itt van 1, 2, ez 8, vagy hát 4, de multiplexálon ez is, ez is, ez is, ez is egy ilyen 8-as, itt egy gomb, meg itt a mód kapcsoló gomb, tehát van elég. És a pozíció, tehát ez a jobb bal pozíció pedig úgy néz ki, hogy itt bent, várjatok csak, hogy lássam, hogy ti mit láttok, tehát ott látszik az a háromlábú tranzisztorszerű cucc, ami valószínűleg egy közelség érzékelő szenzor, a másik oldalt nincs. És ahogy jobbra-balra mozgatjuk a joystickot, úgy ebben biztos, hogy van egy mágnes, vagy valami, és érzékeli, hogy mennyire van messze vagy közel ahhoz a szenzorhoz. Tehát ezen csak is port tudunk tisztítani. Így van, tehát itt látható, hogy ez itt tele van porral, és ez egy mágnes, tehát ott látható, hogy a szenzor előtt egy
mágnes van, ami tele van mindenféle fém porral, amit onnan ki fogunk takarítani, és akkor jól fogja érzékelni a jobb és bal oldalt. Nyilván, ha itt ilyen, akkor itt is. Másik oldalt van a mágnes szenzor. Fókuszálj. Igen, tehát ott van a mágnes szenzor, ami azt jelenti, hogy ott egy mágnes van. Itt. És ez is biztos teljesen el van porosodva. Ugye? Odaférek. Ez annyira nincs elporosodva. De a másikat mindenképpen ki kell takarítani. Jó, egyszer. Tehát ez volt a jobb és bal problémája. A másik, ugye meg fogjuk ezt itt forrasztani szépen, meg beragasztjuk szépen, és utána szétszedjük ezt, és megnézzük, hogy mi van itt. A takarításhoz hozok fülpiszkát. Tehát egyszer meg fülpiszkáljuk. Jön belőle a cucc rendesen. Legszívesebben benyúlnék valamilyen higi rongyal, de az a baj, mivel fém problémánk van, ezért a fülpiszkánál nincs jobb esélyem. Másik oldalt is van egy, látjátok itt? Így néz ki a cucc, ami lejön. Alaposnak kell lenni. Hogy miért használok fülpiszkát? Mert nem szeretnék semmilyen vagy mágnesezhető cuccal még ide benyúlni. Jó, ezt még egyszer. Azt a... Van itt baj rendesen. Itt a hátulján látszik, hogy milyen por jött le. Ott a hátulján a cuccnak látszik, hogy ez a fém por, látszik, hogy mágnesezhető, jön le belül. Hát igen, ezeket a cuccokat érdemes ilyen 2-3 évente kitakarítani. Mint mondtam, ez 15 éves. 2 évig használtam, vagy 3 évig használtam nagyon aktívan. Jó. És akkor már csak van ez, amit most még egyelőre nem szedek szét. Ez amúgy itt van fönn. Tehát ez az elfordulás érzékelő, ez itt van benn. Azt most nem szedem szét, mert tartok tőle, hogy ez a rudder probléma,
ez a kábelek érintkezésé miatt, vagy hát nem érintkezése miatt volt jelen. Akkor, mint mondtam, nézzük meg ezt a kábel témát. Jó, kényes lett a csavarhúzó. Még egyszer, mielőtt nagyon szétszedjük, csináljunk róla egy fotót. Csak azra az esetre, hogyha össze kéne megint rakni. Jó. És óvatosan, mert nem tudjuk, hogy milyen kábel van, amit nem látunk. Megpróbáljuk innen lefűzni, ez így nem fog menni. Ezt ki kell húznunk. Persze az ilyen egyszerű volna. Úgy kell megpróbálni kihúzni, hogy nehogy letépjünk egy-egy kábelt, vagy egyetlen egy kábelt se. Fogunk valamit, amivel alá tudunk emelni. Ez az. Egyszerűbb lett volna, hogyha mielőtt lecsavarozom, akkor csinálom meg. Gyere. Ez az. Így. Na, az van, hogy mit látunk ebből, hogy megint csak a telefonhoz nyúlok, azzal jobban látjátok. Tehát itt jönnek be a kábelek. Fókuszálj. Itt jönnek be a kábelek. Eljönnek ez alá a ragasztó buborék alá. Itt. És a másik oldalon látszik, hogy simán oda vannak forrasztva. Na most két lehetőségem van. Vagy újraforrasztok itt mindent, közvetlen, vagy megint csak egy ilyen megtoldós megoldást használok, mint itt. Ugye, ahhoz, hogy újra tudjam forrasztani, ahhoz ezt a lemezt ki kéne venni innen, viszont nem csak ezek a kábelek, tehát ez itt van ráforrasztva, hanem van itt még két ér, ami innen jön valahonnan, a LED-től. A LED-nek, itt van rajta egy funkció LED, nek a két kábele is be van forrasztva, és itt nagyon közel le van ragasztva ugyanilyen olajlékragasztóval, mint ami itt van mellettem. Ezért azt fogjuk csinálni, hogy a kábeleket itt el fogjuk vágni, és újra összeforrasztjuk őket, hogy biztosak legyünk benne, hogy jó. Majd ezek után ezeket ide fogjuk ragasztani, hogy ne lehessen kirántani, sőt megpróbálunk erre a pöcökre egy csomót kötni, vajon látjátok-e? Tehát itt van egy pöcök, egy műanyag felálló cucc, megpróbáljuk hozzáragasztani, tehát hurkot rakunk a kábelre, óvatosan, hogy ne törjük meg benne az ereket, és oda ragasztjuk, tehát hogy azt a hurkot húzzuk, és ne közvetlen a forrasztást. Hisz kábelünk itt van elég rajta, tehát mennyi ez van, vagy
másfél méter kábel legalább. Jó, akkor visszaszereljük a nyákot a helyére, mivel úgy döntöttünk, hogy nem a nyákon fogunk közvetlen forrasztani. Visszarakjuk a csavarjait. Jó. Hozunk tollat meg papírt. És annak ellenére, hogy lefényképeztük, fölírjuk a kábel sorrendet. Azt mondja, hogy grün, fekete, kék, barna, barna, sárga, piros, narancs, sárga, piros, fekete és föld, az pedig barna. Jó. Akkor kell egy harapófogó. És amennyire közel csak lehet, elcsípjük a kábeleket a régi forrasztáshoz. Tehát a régi forrasztáshoz amennyire közel csak lehet, csípjük el őket. Ezeket is. Akkor kicsit visszáblankolunk a kábelem. Óvatosan, nehogy egyetlen egy ért is megsértsünk. Ezek a kábelek borzasztóan vékonyak. Finom a nézéssel, inkább csináljuk kétszer, mint sem egyszer rosszul. És ha megnézitek, inkább hajlítom a kábelt, hogy elszakadjon, mint sem teljesen át kelljen vágni. Így, nagyon jó.
Utána hozzuk a blankoló szerszámot. És ilyen vékony kábelnél nem mindig szokott sikerülni, de megpróbáljuk megblankolni őket ezzel. Nem megy túl vékony, akkor ezt is snitzerrel kell. Mondom, nagyon-nagyon, ezt inkább hagyjatok magatoknak időt, mint sem belevágjatok a kábelbe, vagy hát a fém erekbe. Az a helyzet, hogy ez a snitzer már életlen, mint a bot. Aha, nem mindegy. Így van. Körülbelül egy olyan 8 mm-t próbálok blankolni rajta. Tehát eltávolítom a szigetelést. Ugye itt a nyálkot azért is kiszedtük, hogy lássam, hogy nincsenek rossz forrasztások ez alatt a ragasztó alatt, de nem láttam, hogy lenne rossz forrasztás, de miután végeztünk, úgyis le fogjuk mérni ilyen multiméterrel, hogy mindenhol van-e jelünk. Jó, akkor most leblankoljuk ezt a végét. És itt vigyázunk, hogy nehogy látszik, hogy mennyivel kevesebb csinálok róla a fényképet. Látszik, hogy mennyivel vékonyabb érrel. Látszik, hogy mennyivel vékonyabb az ér a joystickon belül, mint a kábelben. Ez ugye nehezíti a dolgot.
It was at this moment that he knew. He fucked up. Ez most azt jelenti, hogy mégiscsak direktbe az alaplapon fogunk forrasztani. Ami alapvetően nem baj, csak hogy kicsit a levegőbe kell majd dolgozni. Itt pedig erről csinálunk még egy fényképet, mert a két csatlakozó ugyanolyan. Csak a kábel ér párok vannak máshogy. Ezt nem akartuk. De hát, c'est la vie. Ilyen az élet. És ráadásul ez a két kábel nem is a legalsó. Talán ki tudom szabadítani. Jó. Basszus. Most a következő az, hogy megpróbáljuk eltávolítani ezt az olvadékragasztó gombócot innen a kábelek fölül. Csinálunk egy fotót a kábelek pozíciójáról. És ugye nem szabad elfelejteni, hogy a kábel sorrend megváltozott. Ugye itt más a kábelek színe, mint itt. Ezért most azt fogjuk csinálni, hogy csinálunk egy tervet. Ugye 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tehát 7 erünk van, és akkor ez itt eredetileg volt zöld, sárga, piros,
barna, fekete, kék, és ez volt a narancs. És a táblázat szerint a zöld maradt zöld, a fekete az kék, tehát ugye előtte, utána. A barna az narancs, a sárga az piros, a narancs az sárga, a piros az fekete, a... Ó, várjál! Újra az egész. Összetévesztettem az oldalakat. Tehát. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és akkor még egyszer. Zöld, sárga, piros, barna, fekete, kék, narancs. Csak hogy a zöld az zöld. A kék az fekete, a narancs az barna, a piros az sárga, a sárga az narancs, a fekete az piros, a barna az pedig a föld. Na, jól van. Tehát készült, csinálok nektek egy fényképet. A kijjebb eső betűk azok, amik mérvadóak, ugye a zöld az G lett, mert green. Jó, tehát ez szemét. Most pedig kiforrasztjuk ezeket innen. Forrasztópálka már meleg. Ugye kiforrasztáshoz két technikánk van. Egyrészt lehet használni ilyen ón szipkát. Ugye ez vákummal a folyékony ont megszívja, és akkor ide benne van, így hallhatok, hogy van benne egy kis ón. Vagy vannak ezek az ón eltávolító részdrót, fölmelegítheted az onnal együtt, és az ont, a cint magába szívja. Először megpróbáljuk az ohm szipkával, mert az gyorsabb. Most ezt szeretnétek valahogy látni, igaz? Ah, remek ötletem van. Megpróbáljuk a mikroszkóp alatt. Minden tiszta, mocsok az építkezésből. Csatlakozunk wifi-n keresztül a mikroszkóphoz. Felvétel indul. Na, tehát itt van az a 6 darab pin, amit ki kell forrasztani. Kicsit lejjebb vesszük a hőfokot. Először megpróbáljuk megolvasztani. Ó, nagyon jól megy. Ugye ez ilyen brutális. De látható, hogy na. Látható, hogy onnan már eltűnt a cin. Mi jött a következő? Ez még
Nem teljesen. Jó. És akkor most látjuk, hogy egy kábel már meg is adta magát, könnyen. Többinél meg azt csináljuk, hogy finoman fölmelegítjük és közben húzzuk. És akkor látható, hogy kijön a kábel. Így. Kijött. Melyikbe vagy? Ebbe volt. Ez is kijött. És akkor az utolsó pedig ebbe van. Vagy. Jó. Megnézzük, hogy minden luk átjárható-e. Úgy néz ki a mikroszkop képe alapján, hogy igen. Itt ebben van egy kis valami fika, egy régebbi kábel darab, szerintem ez volt az, amelyik beleszakadt. Így van. Itt látszik, hogy ott vannak a beleszakadt drót darabok. És azt ott megpróbáljuk valamivel kiszedni. Csipesz, csipesz most nincs. Próbáljuk a szikével kipiszkálni. Úgy, úgy. Később. Látszik, hogy ott már teljesen tiszta a lyuk. Jó, na, akkor jöhetnek a kábelek egyik a másik után. Azt fogjuk csinálni, hogy megpödörjük őket. Ugye mutatom a mikroszkópom. Jelenállatban így néz ki egy kábel, mondjuk a feketét, ha nézzük. De ha megpödörjük, akkor sokkal merevebb lesz, és könnyebb vele dolgozni. Mindegyiket megpödörjük. Ügyni. Tehát minden kábelér meg van pödörve.
barna is, sárga is, fekete is, akkor fogjuk a kis nyálkunkat, és a rajzolt terv alapján megpróbáljuk behelyezni a kábeleket a megfelelő lyukba. Na most megpróbálhatnánk őket egy menetbe bedugni, de tudjuk, hogy ez nem fog működni, úgyhogy egyesével fogjuk csinálni, kezdjük a zölddel. Ugye a zöld az a hármas sor jobb felsője, kell neki egy kis pödrés, mert szétáll a vége. Így. Megfordítjuk. És egyből jó erősen oda forrasztjuk. Én egy PB60 SN40-es ónt használok. Na, nekem ez vált be a legjobban, megmondom őszintén. Ugye a forrasztásnak a lényege az, hogy nem az ónt melegítjük föl, hanem a kábelt és a fogadólapot, és azokhoz nem is lett rossz. Tehát még egyszer, hogy értsétek, nem az a lényeg, hogy a cin vagy on szálat melegítsük föl, hanem ezt a lemezt itt, illetve a benne lévő kábelt, akkor fogja az on szépen befutni azokat. És akkor kapunk egy ilyen relatív, az én méret értékrendemnek elfogadható kis ón kupolát, szép, erős, stabil. Jó, következő a narancs közvetlen mellette. Így már nehezebb, mert most már minden kábel itt várja a sorát. Úgy, benne van. Kíváncsi, hogy a mikroszkóp mikor fog lemerülni. És ezt is megpöttyintjük. Ilyenkor még lehet egy olyat, hogy rá folyatni. Várjál, nem láttok. Ilyenkor lehet egy olyat, hogy még egyszer rá folyatni erre. És akkor szépen befut mindent. És ezeken a nyákokon van az, hogy baromira közel van egymáshoz a két furat, de látszik a képen, hogy megpróbálom a késsel mutatni, hogy azért van közte luft. Tehát levegő nem ér össze a két lap. Jó. A következő a sárga. Ezt is még egyszer megpödörjük. És megpróbáljuk áterőszakolni ezen a lukon. Nem jó. Még kell neki egy kis pödrés. Na
Annyira a kamerának akarom csinálni, hogy én már nem látom, hogy mit csinálok. Ilyenkor, mikor nem igazán megy át, akkor az is lehet, hogy a lyuk nem teljesen átjárható. Ilyenkor esetleg meg lehet próbálni a másik oldalról kicsit rámelegíteni, de nem kell, átmegy az. Jó. Nem lett túl szép, de hatásos, és ezek se érnek össze. Jó, akkor most levágjuk ezeket, mert kezdenek útba lenni. Úgyhogy lássátok. És mindig, ha lehet, ne repüljön el, amit levágtok. Tehát vagy nagyon lassan, óvatosan vágjátok le, vagy másik kézzel, ha lehet, megfogjátok a leeső darabot. Mert ezek az elszálló kis kábel darabok rövid zárlatot is okozhatnak. Úgy. Na, tehát zöld, narancs, sárga. Akkor alul valakinek föltűnt, hogy a földet és a feketét ugyanúgy F-fel jelöltem. Úgyhogy van FÖ és FE. Mielőtt nagyon elrontjuk. Jó, akkor jöhet a barna. Na, ilyet ne csináljátok, hogyha megnézitek, hogy nem ment át minden szálától. Ezt kerülni kell, inkább visszahúzzuk, újra megpödörjük, mert ez is rövid zálathoz vezethet. Bocs, ezt nem látjátok, de muszáj látnom, hogy mit csinálok. És nem ment át minden szál, egyetlen egy szál kimaradt. Nem, kettő.
Most jó. Jó. Megforrasszuk. Következő a fekete. Mikroszkópon megnézzük, hogy nem érnek-e össze. Akkor levágjuk. Következő a piros. Nem ér össze. És az utolsó a föld. Ugye a föld azért föld, mert hogyha a kamera megint beindul, ez egy végig egy ilyen árnyékolás föld. Ezt elfelejtettük levágni. Írjátok meg addig kommentben, hogy mit szóltok ehhez a mikroszkóp nézethez. Tetszik-e, vagy ne erőltessük? Kicsit fókuszálunk. Úgy. Jó, és lecsippantjuk. És úgy látom, hogy nem ér össze senki senkivel, de ha biztos akarunk menni, akkor előveszük a multimétert.
Igen. Átrakjuk. Szakadásmérő üzemmódba. Úgyhogy sípol, amikor összeér. Akkor megnézzük, hogy bárki a szomszédaival összeére. Igen, mindig egyszer ráellenőrzünk. Senki nem ér össze senkivel. Nagyon jó. És akkor most azt csináljuk, amit ők is csináltak, csak mi hatásosabban fogjuk, hogy rakunk egy hatalmas nagy ragasztó buborékot. Jaj, hozzáragadtam! Na, elég legyen most már. És leragasztjuk ezt az egészet. Úgyhogy mindenhol befolyom. A fölösleget majd le lehet vágni, ez a olvadék ragasztó nem bántja ezeket a kábeleket, ide folyjál még be. Kicsit lehet neki segíteni egy olyan eszközzel, amit nem sajnálunk, mint például ezzel a darab kábele. Mindenhol folyjon szépen be. Ugye ez fog nekünk segíteni, hogy ne lehessen olyan könnyen kitépni majd a kábeleket innen. Jó. Akkor ezt most visszaszereljük a... Ezt kikapcsoljuk, hogy ne merüljön az aksi. Ezt visszaszereljük ide. Érdekes, hogy három luk van a nyákon, de csak két csavarral van lerögzítve. Visszarakjuk azokat a konnektorokat, amit fejből tudunk, hogy hogy volt. Jó. Akkor most megnézzük, hogy ebből a kettőből nem is nagyon kell megnézni, mert máshogy nem lehet, csak is így, meg így. De azért biztos, ami biztos ránézek a fotóra.
Sárga volt fő, meg a barna. Jó. Barna, zöld, sárga, sárga, zöld, barna. Jó. Oké. És most megpróbálunk nagyon finoman ide valahogy egy hurkot képezni. Úgy, hogy ki ne tépjük azt, amit most megforrasztottunk. Így né, csinálok róla nektek fényképet. Tehát így képeztünk a kábelből egy finikis hurkot a körül a műanyag láb körül. Most még annyit megtehetünk, hogy megnézzük, hogy egyetlen egy kábel se legyen a mechanika útjába. Jó. Ezt a kábelt megpróbáljuk eltüntetni itt lefele. Hogy nehogy útba kerüljön. Jó. És visszarakjuk a joystick alját. Mivel a videó elég hosszú lett, ezért a gázkar részének a szétszerelését azt a következő epizódban fogom nektek megmutatni. Ha tetszett a videó, maradjatok velünk, és találkozunk legközelebb is. Iratkozzatok fel a csatornára, osszátok meg ezt a videót barátaitokkal, és nyomjatok egy like gombot, vagy kritizáljatok. Szevasztok!